ezt még az őshazába, Bukovinába, Hadikfalván varták. Helytörténeti szobakétjem. Az új terem és egyben a születi mulatsága Bethlen Gábor alap 2024. évi testvértelepülési programok és együttműködések támogatása című pályázati kiírás keretében helyi értékfelkutatás a felvidéki érsek két jó gyakorlatának átültetésével címmel a magyar kormány és a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága támogatásával valósult meg. Az elmúlt években volt egy olyan elképzelésünk, hogy amit még itt a településen helyi értékeket meg lehetett találni, vagy meg lehet találni, fel lehet lelni, azokat próbáljuk összegyűjteni, és egy helytörténeti szobát szeretnénk kialakítani. Az elképzelésünk az az, hogy itt a mellettünk lévő nagyobb terem lesz majd igazából ennek a szobának a házigazdája, ahol most vagyunk, ez egy ideglenes terem. Itt most azokat az értékeket gyűjtöttük össze, amit eddig a lakók nekünk felajánlottak, vagy bizományba, vagy véglegesen itt hagyják, és most ezt a kis gyűjteményt tudjuk felmutatni. A kiállított tárgya katalogizálásában, nyilvántartásában a felvidéki érsekkégy testvértelepülés segítségét kérték, hiszen náluk már volt tájház. És mi a nyáron ott voltunk náluk, megnéztük, hogy kell egy tájházat berendezni, mik azok a dolgok, amikre oda kell figyelni, amikor egy értéket kapunk, azt hogyan regisztráljuk, és ebben az ottani tájház vezetője, a téma, ő tudott nekünk nagy segítséget adni, és most elcsaltuk ide Kétyre, meghívtuk a érsekkéti delegációval, hogy nézze meg a tájházunkat, és amit mi most itt eddig elértünk, abba adjon nekünk tanácsot, mutassa meg, hogy mi az, amit ilyenkor kell tenni a tárgyakkal, hogy utána, ha valaki rákérdez esetleg, hogy megvan-e még, akkor tudjuk, hogy melyik az övé. Tehát ezeket a katalógizálási formációkat, igazából ezeket ő fogja nekünk majd elmondani. Három népcsoport van még jelen pillanatban Kétyen, a székelyek, a svábok és a felvidékiek, és mindenkitől próbáltunk olyan használati tárgyat, illetve ruhákat kérni, amik már nekik nem kellenek, vagy amit fölajánlanak a településnek. A település szeretné a következő nemzedékekkel megismertetni az elődök viseleteit. Elsősorban is a katalogizálásra szeretnék nekik tanácsot adni, mivel a személyi jogokat ugye nem szeretnénk sérteni senki által, mert ugye többféle változatban szokták átadni az ajándékokat, vagy legalábbis a felajánlott tárgyakat, az műemlékeket. Ilyenkor számszerűsítjük a tárgyakat, ezeket beiktatjuk, és a ruhanemükbe bele, hát nem írjuk, hanem bele varjuk a számokat. 8 évvel ezelőtt, mikor mi is megnyitottuk a tájházat, mi is sok hibába beleestünk ebben, mert hát először is papírra raktuk, a papír persze elszakadt, leesett, eltűnt, nem tudtuk ezt ugye folytatni. És akkor tudtuk meg, hogy ezeket a ruhaneműbe bele kell varni. A tárgyakat szintén ugyanúgy megszámozzuk őket. Minden éven, és újra meg kell néznünk, újra fel kell tárni, és lejegyzetelni. A megjegyzésbe igyekszünk minden egyes tárgyról megírni azt a dolgot, ami hozzá tartozik ahhoz a tárgyhoz, mert általában minden egyes tárgyhoz egy emléktársul. És nagyon sokszor, akik bejönnek a tájházba, felismerik azt a kalapot, vagy azt a vasalót, akkor tudnak hozzá történetet is mesélni. A helytörténeti szoba bemutatását követően kezdődött a kétyi születi mulatság. A felvonulók sora az óvodától indult el. Félúton a tömeg megállt, bemutatták táncaikat a kétyi óvodások és iskolások. A felvonulást kulturális műsorok követték. Nagyjából 17 óráig terveztük a kultúrprogramokat, és 17 órától 18 óráig a mai rendezvény sztár vendége, Peller Anna fog bennünket szórakoztatni, a énekművésznő. És este 6 órakor pedig várjunk mindenkit nagy szeretettel a már megszokott babgulyásunkhoz, a vacsorához, amihez remélem nagyon, mindenkinek nagyon jó étvágya lesz. Jelen pillanatban a településünk 2
nagy rendezvényt tud megrendezni. Általában pályázati pénzből szoktuk ezeket, de valamikor nem sikerült. Az idén a Kóbászöltő Fesztiválunkat a saját erőből finanszíroztuk, a mostani rendezvényünket pedig egy pályázatnak köszönhetően az érsekkéti testvértelepülésünknek a segítségével tudtuk megvalósítani, amiben a magyar állam segítsége, a Betlen alaptól kaptunk támogatást. Megmutatta tudását a Zombai Virágszálak Roma Klub is. Szatmári, Csingerálló és Felsőmarosmenti cigánytáncokat adtak elő a gyerekek. Örülünk, hogy itt lehetünk, örülünk a meghívásnak, mert minden évben itt vagyunk. Öltözékünk most az olá cigányviseletet hoztuk el, ez egy pukáig érő szoknyából áll. A legalsó réteg 9 méterből van, tehát rétegesen van varva, 9 méter a legalja, egy kasmír anyag, és felsőjük az pedig Cheyenne blues. És a cigánykendőt töltöttük fel, hiszen ez is az olá cigány viselethez tartozik.